Szóval, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Let's go, Hypixel. Let's go! No hát, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Hello. Sziasztok. Ez lesz a beköszönésem mostantól. Mindig is ez lesz. Na mindig. A mai videóban egy érdekes témáról fogok beszélgetni veletek, azaz ti csak hallgatni fogjátok. Szóval, miért haldoklik a Fortnite? Mondhatni azt, hogy meghalt, de nem halt meg, még vannak emberek, akik játszanak vele és nézik egyébként. Nem úgy halt meg, csak úgy nagyjából, értitek? Nem. Szóval, én nekem vannak ilyen ötleteim, hogy mi miatt. És ne vegyes értésnek senki se semmit sem, amit fogok mondani ebben a videóban, kérlek, ez csak a nézettségért kell. Vagyis, sorry. Tehát az első tippem, hogy miért haldoklik a Fortnite, az leginkább a content miatt. Tehát gondoljunk bele, amikor az első szezonok voltak, tökre érdekes volt a játék, mert nem lehetett tudni semmit sem, hogy mi lesz. Semmit nem tudtál arról, hogy a következő szezonben mi lesz. Most meg szinte mindent tudsz, mielőtt még a season elindult volna. Tök gáz. A következő, hogy a community az teljesen megváltozott. Nem az, mint régebben volt. Régebben ez a mémesítsünk minden dolgot, meg poén az egész, és akkor vegyük félváról, hogy jaj, de ez az. Most meg már átvette mindenki azt a szerepet, hogy jaj, pénzt lehet vele keresni, jaj, meg kell vennem, gyárne. Teljesen megváltozott. Így sok embernek már nincs kedve egyébként ezzel a játékkal játszani. Szóval meg tudom érteni, teljes mértékben. És a harmadik, hogy miért haldoklik a játék, a sajnos az update-ek. Én úgy gondolom, hogy a játék legfőképpen azért haldoklik, mert egyszerűen rosszul néz ki. Nem Fortnite már, egy identitás zavaros játék lett. Nem tudja azt eldönteni, hogy most PUBG vagy Apex Legend, semmit nem tud eldönteni magáról, szóval a játékosok sem annyira tudnak igazából azonosulni vele. Tehát, túl sokszor mondom azt egy videóban, hogy tehát, meg azt, hogy szóval. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, amiket most így elmondtam, ezek inkább csak teóriák maradjanak. Fortnite ez tényleg haldoklik. Tehát hashtag dead Fortnite, mert sajnos tényleg így van. A játék az már nem tud újat mutatni. Egyáltalán a játékos közösség egyébként már szét van hullva. Nem fog egy évig se tartani a játéknak a népszerűsége, ami most van, és el fog tűnni sajnos. Miután ez megtörténik, én majd streamelek Fortnite-ot, és én leszek az egyedüli, aki streameli, szóval én leszek a leghíresebb Fortnite streamer. Yeah! Tehát ennyit szerettem volna erről a témáról mondani. Ez a videó ennyi lett volna? Mindig a lényegre török, és mindig az van a videóban, ami a cím. Iratkozzatok fel, és kattintsatok rá a következő videómra is. És jelentsetek Pancakesnak!